Orbán Balázs háromszék végfalujának nevezte kézdi Szentléleket, de találóbb a háromszéki Szentföld szívének központjának hívni. A protestáns települések közé ékelt néhány római katolikus falut neveznek így. Itt a Pergő tetején valaha egy végvár állott, amelynek szomszédságában két kápolnát is építettek. Az egyik a Mikes család nevéhez fűződik. A másik, Kálnoki Sámuel és felesége adományából tovább csinosított kápolna napjainkban is zarándokhely, amely védőszentjének Szent Istvánnak napján megtelik hívőkkel. A Perkő aljában lent egymástól nem messze két kastély is épült. Az egyik a leányrablásról elhíresült Tarnóci kastély, amelynek történetét Kemény Zsigmond írta meg az Özvegy és Leánya című regényében, a másik, régi szóhasználattal élve, a templom kastély. A Tarnóci kastélyból csak néhány kődarab maradt meg, a különös, sokszögű várfalak mögött álló gótikus teremtemplom azonban ma is áll, ahová a felvillanó lármafák jelzésére a lakosság bemenekülhetett. A kézdi Szentléleki templomvár központját egy a 14. században épült kis románkori épület jelentette. A templomból csupán két kőfaragvány, egy ökörfő és egy angyalfej maradt meg. No meg a pápai tizedjegyzék, amelyből a fizetett adó alapján kikövetkeztethető, hogy Szentlélek vagy de Sancte Spiritu közepes nagyságú település volt. Mivel Konya Ádám igazgató úr a műemlékeink egyik ismert szakembere, meg szeretnénk néhány dolgot kérdezni tőle. Többek között ezzel az ökörfővel kapcsolatban mi a véleménye? Széles körben elterjedt az a vélekedés, hogy az Apor család egyik ugye nő tagját, Jó Sándor, Alexandru Cserbun, moldvai fejedelem vette volna feleségül. No, ezt maguk román történészek tisztázták, felsorolván a moldvai fejedelem törvényes és feleségeit és ágyassait, hogy magyar, tehát római katolikus nem volt köztük. Alig, ha lehet szó Moldva címeréről, mert elsősorban is azt pajzsba helyezik. Tehát a heraldika szabályi azok kötelezőek. Azután járulékos többi elemei, a csillag, a rozetta, ugye azok, a félhold, azok hiányoznak. És harmadsorban, hogyha alapító, donátor a moldvai fejedelem felesége révén, akkor nem helyezik ilyen másodlagos helyre Moldva címerét. A kézdi Szentléleki templomot körítő várfal egyik érdekessége az tulajdonképpen ebbe az ollós rendszerbe, ebbe a beszögelésbe, kiszögelésbe rejlik. Erről, hogyha egy kicsit bővebben szólna a tanár úr. Én először barokkori ollós védőművekre vezettem volna vissza, amelyik hát elég jó védelmet ad azért a hátba támadás, tehát az oldalozó védelemnek egyfajtaképpen kedvez. Most érdekes módon, nem is olyan régen, ugye a kolozsvári Kovács András és Budapestről Sarudi Sebestyén József olasz hadmérnökök könyveiben talált erődítés rajzoknak egy ilyen provinciális megfogalmazását látják. Vajon ezt a várfalrendszert a tornyokkal, ezzel a beszögeléses csipkézet, ilyen-olyan várfal elől mi előzte meg? Na most azt hiszem ez az, amiről semmi nyomunk nincs. Hiszen bárha volna ennek a nagyon szép és tényleg középkori toronynak, templom toronynak, az oldalán egy olyan támpillér, amelynek olyan hajlása lenne, mint a közeli altórján, amelyik szinte sugalná, hogy a körítő, a lebontott első, legkorábbi védelmi falnak ugye a toronyhoz való illeszkedési részlete őrződött meg benne, és mint támpillérként élne tovább napjainkig, de hát itt ilyen nincs. Tulajdonképpen egyesek még a védelmi funkciót is kétségbe vonják, mondván, hogy a 18. század elején már megszűntek úgymond a török támadások, az azért nem teljesen így van, mert bizony a háromszékek még 1780 táján is síralmas krónikák vannak, hogy mikor a bodzai passuson megjelentek a tatárok, ugye, akkor a nagyborosnyiak mind átmenekültek a dálnoki vártemplomba, holott megállították őket.
Az épület nyugati részén emelkedő magas háromszintes harangtorony egyben a főbejáratot is védte. A második övpárkányig középkori eredetű. Három oldalirányban egy-egy lőrésszerű, befelé rézsüsen szélesedő nyílás leginkább a kémlelése volt alkalmas, ahonnan belátni a felső három széki részeket. A főbejárat kőből faragott timpanonos ajtókerete jóval meghaladja a kisfalusi templomok főbejáratának méreteit. Erre a közösség anyagi erején kívül a helybéli úgynevezett micsodások, a tehetősebb urak anyagi hozzájárulásából tellett. Hatalmas faajtaját belülről méretes fagerendával torlaszolták el. Az impozáns méretű főbejárat két oldalán látható bemélyedések is erre utalnak. A Kézdi Szentléleki templom egyike háromszék legnagyobb templomainak, amit egyre bővítettek. A kis románkori templomot a gótika korában szép, tágas csarnoktemplommá alakították. Meglongálódott állapota miatt a 18. században barokk stílusban újraboltozták. Szerencsére a középkori épület meglévő részeit, a szentély és a hajó ablak és ajtókereteit, valamint a székelyföldi gótika egyik legszebb darabját, a szentély északi falába beépített szentségtartó fülkét eredeti helyükön hagyták. A Szentlélek eljövetelét ábrázoló főoltárkép szerzője egyelőre ismeretlen. Az oltár készítője a Kálnoki család lehetett, mert címerük ott található az oltár középső részén. Az oltár stílusa alapján arra következtethetünk, hogy valamikor a barokkor végén, a rokokó elején készülhetett. Míg a testem nyugasztalom,